Nagyon sok szeretettel köszöntöm a kézivezérlés extra nézőit. Ezúttal egy kicsit az utánpótlásunkkal foglalkozunk, és szerencsére csupa öröm az élet, már ami legalábbis a junior válogatott szereplését illeti. Az elmúlt években szerintem nyugodtan mondhatom, hogy hozzászokhattunk azért, hogy jó erőkkel szállítjuk az érmeket, de hát a jóhoz mindig könnyű hozzászokni, és a junior válogatottunk ezúttal az Európa-bajnokságot nyerte meg is, a kis Szilárd vezetésével. Szia, Szilárd! Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, gratulálok! Nem elég, hogy megnyertétek ezt az EB-t, hanem veretlenül nyerte meg ugye a csapat az Európa-bajnokságot, és most egyelőre csak azt szeretném kérdezni, hogy még a boldogság mámorában vagytok-e, de aztán majd mindenképpen bontsuk ki ezt, hogy hova kell elhelyezni ezt a sikert, vagy ezeket a sikereket, mert szerintem nyugodtan beszélhetünk tendenciáról. Én azt szeretném, hogy ennek a beszélgetésnek legalábbis ez lenne az egyik gyökere, hogy pontosan tegyük helyére, hogy ezeknek milyen az értéke, ennek milyen az értéke, és te például most akkor ezt hogy éled meg, mert nyilván a pillanat meg az aranyérem az nagyon édes. Hát először is köszönjük a gratulációkat, nagyon sok gratulációt kaptunk csapatszinten is, meg személy szerint én is. Úgy gondolom, hogy se túl, se alul nem szabad ezt értékelni, tehát meg kell találni azt a pontot, ami a valóság, amiből tovább lehet majd lépni, amiből majd ki lehet alakítani. Mindig van hova fejlődni, tehát az első az nem azt jelenti, hogy most minden téren a csúcson vagy, az egy aktuális állapotot jelent. Az biztos, hogy most azért ez azért egy stresszes dolog. Tehát egy Európa-bajnokság az akár, hogy is megy az ember, az nem olyan, hogy bármilyen világverseny egyébként, hogy odamész, azt megnyered. Tehát itt rengeteg összetevő van, aminek együtt kell állni ahhoz, hogy nyerjünk. De való igaz, hogy mindig van egy ilyen nagy kérdés az utánpótlás, hogy a pillanatnyi eredmények mit érnek. Én azt mondom, hogy ha ezt jól kezeljük, akkor sokat, ha nem kezeljük jól, akkor keveset. Mielőtt úgy boncolgatnánk ezt a dolgot, engedd meg azért, hogy elmondjam azt, hogy én mit gondolok ezekről a junior eredményekről. Én azt hiszem, hogy ezt így elég jól ketté lehet választani. Az egyik oldalon az van, hogy a fiatal játékosoknak iszonyú fontos, hogy a fejlődésük alatt, ahogy fiatalból idősebbek lesznek és végül felnőttek, sikerélményük legyen, egyénileg és csapatszinten is. Tehát nagyon fontos ezeknek a gyerekeknek, hogy ezeneken a versenyeken részt vegyenek, jól szerepeljenek, világbajnokok legyenek, Európa-bajnokok legyenek, és ez már az övék, ezt nem lehet tőlük elvenni, még akkor is, hogyha a jövőre abba hagyja esetleg valamelyik a játékot. Tehát ebből a szempontból ez mindenképpen baromi fontos, és nagy élmény a gyerekeknek, meg nyilván az edzőknek is. Tehát ehhez csak gratulálni lehet, és ez egy szuper dolog. A másik oldalról azt gondolom, hogy az investíció, amit a Magyar Kézilabda Szövetség meg a magyar kormány így összességében az utánpótlás nevelésbe tesz, az például, hogy ott van nálatok ugye a NECA, hogy el tudtok indulni az NB1-es bajnokságba, ez azért automatikusan is hozza azt, hogy sokkal felkészültebb a magyar válogatott. Fejlesztik a játékosokat ilyen szintre már ebben a korban, tehát azt hiszem, hogy logikus, hogy ott vagyunk, és ez mutatja, hogy jó a munka, de ebből a szempontból viszont nem szabad túlértékelni, mert nyilván előnyben vagyunk azokkal szemben, akik összehívják két hétre a csapatukat, összeszedik 10 helyről, és aztán megpróbálnak az EB-n jól szerepelni, mert azért a kézilabda az egy csapatjáték, és hogyha egy csapatot jól felkészítenek, az nagy előnyben van a többivel szemben. És ez azt mutatja a jó eredmények a junioroknál, hogy csapatszinten jól vagyunk felkészítve. Egyet értek, de ettől függetlenül azért például oldalt kellett pótolni. Tehát tulajdonképpen a jobb oldalunk esett ki két hét alatt. Tehát a csapatszintről annyit, hogy azért
tulajdonképpen ugyanannyi időnk volt egy oldalt pótolni, mint a többieknek a teljes csapatot főkészíteni. Nyilván számít, tehát egyetértek veled, tehát nyilván számít az, hogy játszottunk az első osztályban, meg hogy játszottak egy páron a felnőttek között, nem csak nálunk játszottak máshol, de szerintem az is számít, ha mondjuk egy éven keresztül, aki felmegy egy világverő felnőtt csapatba, és velük tud edzeni, az is számít. Tehát nagyon sok útja van annak, hogy kinőjön valaki, nincs azonos recept, és mint ahogy az egyének is válogatják, kinek mi a jó, ezt csak később tudjuk meg. Te se tudod most megmondani 19 évesen, hogy kiből lesz kézilabdás, nagyon sokszor tévedtünk már. Viszont vannak olyan játékosok, akik meg egész egyszerűen egyszer csak megugranak, és itt 20-22 éves korba állva hagyják a többieket, számtalan példát tudnék felsorolni. Tehát nincs recept és nincs azonos, talán ez a szép ebbe az egészbe. És van egy koncepció, amit vinnünk kell tovább, úgy gondolom. Elkezdtük, és ezt kell finomítani és stabilizálni, és amit mondtál, való igaz, a feltételrendszerünk. Régen elmentünk valahova, és ámultunk, hogy ott mi van. Most úgy gondoljuk, hogy próbálunk élni, és nem visszaélni ezekkel a lehetőségekkel. Ez az eredmény is talán egy picit ezt azért megerősíti, hogy próbálkozunk, és próbáljuk kihasználni azokat a sporttudományos és egyéb háttereket, amikben úgy gondolom, hogy eléggé le voltunk maradva. Most azért a méréseink és a felkészülésünk és minden, ahogy terveztük, minden, ami visszacsatoló, és minden, ami fontos, mert ebbe is szelektíven kell dolgozni. Tehát jön egy csomó információ, az a nem mindegy, hogy mit szedsz ki, mi az, ami pillanatnyilag fontos, mi az, ami hosszú távon fontos. Nem mindegy, mert a pillanatnyit azt most tudod használni, a hosszú távot pedig folyamatosan kell fejleszteni. Szóval ez egy érdekes kérdés, de ez egy szép feladat. Oké, nézzünk egy konkrét példát, mert azért szerintem nagyon érdekes, hogyha csinálunk egy pillanatfelvételt, akkor azt látjuk, hogy ez a csapat, amelyiket te irányítasz, ez az Európa-bajnokság döntőjében 9 góllal megverte az orosz válogatottat. Ugye 18-19 éves játékosokról van szó, ugye? Jól mondom. Így van. Ez azt jelenti, hogy ebben a korosztályban mi ennyivel jobbak vagyunk, mint az oroszok? Mert ugye felnőtt szinten meg teljesen más látunk. Ez egy nagyon összezavarja az embert. Nagyon sokféleképpen, amit Attila is mondott, nagyon sokféleképpen csinálják a válogatottakat. Úgy gondolom, hogy mi egy pár évvel ezelőtt kezdtünk el egy olyan munkába, amiben a feltételrendszerek és az idő is rendelkezésünkre áll. Az oroszoknál nem éreztem azt, hogy ki fogják bírni a tornát idézőjelbe. Tehát én biztos voltam bent, hogy az utolsó mérkőzésre láttam az elődöntőt, ott még nagyon jól játszottak, de úgy éreztem, hogy ez már sok lesz nekik. Tehát tudom, hogy milyen az, amikor a folyamatosan meccsről meccsbe mész bele, és azokat a háttereket, amiket például a regenerációba biztosítottunk, ezek itt nem, ők például ez nekik nem volt meg. Na most ugye ez egy érdekes kérdés, visszatérve konkrétra, hogy hosszú távon az ő játékosaik lesznek jobbak, vagy a mieink? Tulajdonképpen ez a kérdés. Abszolút. Értem a rejtett kérdést. Nem tudod megmondani. Tehát alkatilag volt egy-két oroszlány, aki nagyon jó volt, de láttam bennük olyan hiányosságot, amit nem tudom, hogy képesek-e hosszú távon javítani. A mieinknél olyan játékosok bukkantak elő most főszereplőként, akik korábban nem főszereplők voltak, és motorikusan nagyon jók például, és rengeteget fejlődtek. Soha nem lehet tudni, vagy nem ez a sohát, ezt nem szeretem, hogy nem lehet tudni azt, hogy például melyik a jobb, hogyha kiemelkedik egy játékos, és az mondjuk világsztár lesz, vagy pedig van sok olyan játékosod, aki benne van azt, hogy nagyon-nagyon jó játékos lehet. Én szerintem mi itt vagyunk most, hogy unblock sokkal jobbak voltunk, hogyha átlagot nézünk, jobbak voltunk a mezőnynél.
azt, hogy egyénileg ki fog kiemelkedni, mivel nagyon homogén volt a csapat, de annak idején volt ilyen csapatom, mert a Lékai Mátéknál se az volt, hogy most csak a Lékai volt a pályán, vagy a Balogh Zsolt, vagy nem tudom. Tehát ott is sok olyan játékosunk volt, az is egy viszonylag homogénebb csapat volt. Ott annyi volt, hogy ott kapuba voltunk egy kicsit gyengébbek, és akkor igazából a Székely Marci jött föl, mint 90-es kapus a 88-asokhoz, de hát ő meg fiatal volt, rutintalan, ezért ott egy picit hátrányba voltunk. Tehát ugye korosztályoknál az, hogy minden poszton legyen jó játékosod, az azért ritkaság szerintem. Most pont úgy voltunk, hogy talán a jobb oldalunk fogyott el egy kicsit, ott kevesebben is voltunk eleve, plusz még ki is estek játékosok, ezért ott egy picit szürkébbnek éreztem az egészet, de már a végén ott is nagyon jól játszottak azok a gyerekek, akikre rátettük ezt a súlyt. Tehát nagyon érdekes, hogy nincs recept, még egyszer elmondom, és nem tudom, hogy az orosznál például ki fogja elnőni magát az a lány, aki most azt mondtuk, hogy hű, ez nagyon-nagyon jó, mert a 96-osoknál én láttam egy olyan oroszlányt, akire azt gondolta, hogy 2 év múlva ő lesz az olimpián a legjobb játékosuk, és azóta se hallom a nevét. Tehát ezek azért érdekes dolgok, például a franciák, ugye, hogyha Attilával, ő azért úgy benne van ebben a francia vonalba, ott például most a beálló kislány volt, a Metznek a beállója, aki itt volt, Szarabokti. És... így van, és ki is emelkedett a mezőnyből, de ugyanígy azt hittem, hogy ekkora már a kicsik például nálunk, lehet, hogy el fognak tűnni, de nem. Tehát akár a Kajdon Blanka, akár a Farkas Johanna, ugyanazt, amit csinált, vagy azt mondták, hogy a felnőttben nem sok gólt fognak lőni, mármint az NB1-be, és a végén azért ott is feltalálták magukat. Annak idején a Lökét vagy az Oftedát is elküldték, ha jól emlékszem, ha jól hallottam. Tehát én azért óvaintek mindenkit, hogy a méretekből induljunk ki. Ma a motorikum, a gyorsaság és ahhoz igazított taktika, az szerintem überelhet és felülírhat nagyon sok mindent. Én úgy gondolom, hogy ha sok korosztályba kinevelünk sok jó játékost, egyre nagyobb lesz a konkurencia, és minél nagyobb a konkurencia, annál nehezebb lesz beférni. Most például csak a bal szélt nézzük, hogy mennyire sok jó játékosunk van, akár hogyha elkezdjük sorolni, és még vannak olyanok, akik oda se férnek a felnőtt válogatotthoz, fiatal, nagyon tehetségesek. És ugyanígy posztonként szépen végig kell, hogy nézzük majd, és bízom benne, hogy ez a konkurencia harc, posztharc, nem is konkurencia, posztharc, ez azért elindít egy olyat, hogy ez a napi edzés munkába és mindenben majd meg fog térülni, és később a válogatottnál, ez a felnőtt válogatottnál ez pozitív lesz. Három dologra reflektálnak, amit mondtál, mert jó sok mindent mondtál, amit írtam megjegyezni. Az első az mindenképp megütötte a fülemet, amikor azt mondtad, hogy tudtad, hogy az oroszok elfogynak a végére. Ez azért érdekes, ugye, mert ezt pont a magyarokra szokták mondani a felnőtt szinten, hogy ugye tudunk nagyon jó meccseket játszani, de a végére ott már nem nagyon bírjuk, és remélem, akkor ez a korosztály már, vagy azok a korosztályok, akik most jönnek ki, azok versenyképesek lesznek ilyen folyamatos terhelés esetén is egy olimpián, vagy egy világbajnokságon, EB-ken. Úgyhogy ez mindenképp jó jel. Hadd reagáljak, bocsánat, igen. Tehát ebben rengeteget jöttünk előre. Tehát az, amikor a 7. és 9. vagy ahány mérkőzés volt, mi is folyamatosan fogytunk el, rengeteget jöttünk előre. Tehát a lehető legmodernebb eszközökkel, táplálékkiegészítőkkel, mindennel, regenerációval próbáltuk. És már rögtön a mérkőzés után, tehát ahogy lefújták, bementünk az öltözőbe, és már elkezdtük a következő mérkőzésre a regenerációt, míg mondjuk azt vettem észre, hogy ilyen szinten nagyon kevesen dolgoztak, mint mi. Igen, a másik, ami ugye érdekes, hogy amennyire ismerem ezt a csapatot, ami most kim volt, azért alapvetően ez egy könnyű lovasság, tehát sok idézőjelben irányító játék, vagy átlövő, ez nehezen definiálható.
de mondjuk kis termetű játékosok nagyon ügyesek, és ebben ugye kicsit megleptétek a világot, és való igaz, hogy a norvégoknál is ugye ez korábban az Oftedal generáció ezt mutatta, hogy így is lehet, de azért hozzá kell mindig a nagyokat tenni. Szóval ez majd elválik, hogy ezeket a játékosokat hogy tudják a felnőtt mezőnybe kiegészíteni azok, akik azért kellenek a védekezésbe különösen, meg azért bizonyos posztokon kell a súly. A harmadik dolog, amit mondtál, és tényleg egy nagyon érdekes kérdés, ez a konkurencia, posztkonkurencia, vagy posztonkénti konkurencia. Itt nekem mindig azért van egy pici félelmem, ez amit úgy szoktam hívni, hogy a kannibalizmus, hogy jönnek egymás után a jó nem 20 éves, hanem 23, de van egy rossz szezonja, akkor azt bedobjuk a kukába, és már ott van a 18 éves, és van ugye a magyar kézilabdában egy ilyen tendencia, hogy a fiatalokat, és amíg nem voltak idősebbek, vagy nem volt elég sok jó idős játékos, addig ez normál volt, de most már azért ki fog termelődni egy olyan mennyiségű játékos gyakorlatilag minden évjáratban, hogy nagyon kell arra azért figyelnünk, hogy a játékosokat úgy kezeljük, hogy ne menjenek hamar a idézőjelbe a kukába, hogyha véletlenül egy-két rossz szezonjuk, és hozzuk rájuk a fiatalokat, mert ez egy önfelfaló folyamat, és a dán női kézilabdában elég jó meg lehetett ezt figyelni, akiknek ugye nagyon jó eredményeik voltak gyakorlatilag az utóbbi 20 évben mindig is a juniorban, és ha megnézed ma a dán női kézilabda válogatottat, akkor ehhez képest hihetetlenül hiányzik a minőség a játékos keretükbe, tehát nincsenek egyszerűen elég jó játékosaik, a dánoknak jelenleg, azért nincsenek ott a világ első 4-5 csapatában. Érnek el jó eredményeket, mert azért nem rosszak, tehát nem azt mondom, csak ahhoz képest, hogy mennyi jó játékos termeltek ifi szinten, vagy junior szinten, és ott is talán az volt, hogy így a különböző egymás után jövő generációk megették az előttük levőket. Igen, tehát biztos, hogy ebbe is van igazság. De ez nem szeretnék sok mindent hozzátenni, mert igazából nem az én tisztem tehát azt mondani, hogy én azt szoktam mondani, hogy ha valaki 16 évesen képes a magyar felnőtt válogatott, akkor próbáljuk meg. De nem biztos, hogy jól fogunk járni. Ha valaki meg 39 évesen képes még olyan teljesítményre, és alkalmas, és fontos a csapat számára, és az aktuális edző hisz benne, akkor, és akkor ő legyen ott. Tehát én sose zártam ezt ki, hogy most ettől eddig ilyenkorúak legyenek meg. Most van egy sajátos helyzet, hogy sok olyan korosztály van, azt hiszem ezt szeretted volna igazából mondani, hogy följött egy pár játékos, akit nagyon érdekes kérdés, hogy mikor kezdünk el igazán beépíteni a felnőttbe, és mikortól állja meg majd a helyét. Az biztos, hogy szerintem azt a folyamatot, ami az utánpótlásból a felnőttbe történő átmenet, ezt kell újraértelmeznünk. Tehát ebbe most le kell ülni, és meg kell beszélni, mert az, amit te mondtál, az valóban egy jelenség, és ennek kárát láthatja az idősebb és a fiatalabb is. Tehát ebből nem biztos, hogy jól fog kijönni mindenki. Ugyanakkor edzőként megtanultam, hogy ki kell jelölnöm azt, akibe hiszek, és be kell tennem, és nem ihetek 4-5 posztonkénti játékosban, hanem abba az 1-2-be kell hinnem, aki ezt meg tudja oldani. Ez is egy nehéz feladat, ennek a megítélése. Azért az egy mindenképpen egy jó irány, hogy egyre több játékosból lehet választani. Ez szerintem baromi fontos. Ami nem feltétlenül kézilabda vagy sportszakmai kérdés, de nekem feltűnik, aztán lehet, hogy nem értetek vele egyet, az, hogy igazi karizmatikus egyéniségek
vannak sajnos kevesen, legalábbis én úgy látom. Nem tudom, Szilárd, a te csapatodban vannak-e olyan jelenségek, mert talán itt szerintem ezt a szót is nyugodtan használhatjuk, akik a későbbiekben nem csak arra lesznek jók, hogy stabil válogatottak legyenek, lőjenek néha gólokat, hanem tényleg irányítani legyenek képesek egy közösséget, magával ragadni. Én itt látom az elég nagy problémát jelen pillanatban, vagy itt is, hogy ilyen típusú személyiség, játékos egyre kevesebb van sajnos, vagy legalábbis nagyon kevés van. Hát azért megváltozott a játék is szerintem. Tehát, hogyha... Ez összefügg? Ez összefügg, igen. Tehát egy sokkal nagyobb rotációval dolgoznak a csapatok, kénytelen vagy nem, egész olyan tempó van, hogy nagyon kevés csapat képes, vagy játékos képes 60 percet pályán lenni. Nem is, már szerintem már a képzésre ebbe az irányba kell vinni. Tehát nem tudsz olyan állóképességet produkálni, hogy végigbírják ezek a játékosok. És innentől kezdve még régebben azért szusztanásnyi idő volt. Épp most néztem vissza, amikor még a középkezdés nem változtatták meg, azért nagyon érdekes volt az időszak, hogy mennyiben másabb játék volt. Szerintem ki fog nőni karizma, mert előbb-utóbb ki kell, hogy nőjön, de amit te szerintem egy kicsit így rejtetten gondolsz, vagy nem tudom, hogy jól gondolom-e, hogy azok a sztárok, akire azt mondhatjuk, hogy Messi vagy Ronaldo, vagy mit tudom én, tehát ilyen magyar kaliberek, Sterbinski, Gódorné, tehát most erről beszélünk. Én hiszem azt, hogy mások lettek a követelmény profilok. Tehát még akkor, az akkori, mondjuk a Sterbinski kifejezetten jó motorikuma volt, tehát ő például nagyon nagyot ugrott helyből, távolba is, meg a súlypont emelkedése is nagyon jó volt, tehát legendák jöttek, vagy akár a Kovács Péter, hogyha a Borsos Attilái korosztálya, hogy most ő belőlük nem tudom megmondani. Én a 96-ostól vagyok a női vonalon, tehát 96-os évjárattól. Volt olyan, akit fölvittek, és sérülések voltak. Tehát például a Tóth Gabinál én úgy éreztem, hogy egy extra szuper tehetség, és lett két olyan sérülése, ugye egymás után, ami egy kicsit megtörte. De én bízom benne, hogy például ő is majd megtalálja magát, és kinőheti azt, amit például az Attila az előző kérdésre, ugye pont ezt is boncolgattuk, hogy vannak még azért itt olyan játékosok, akik egy kicsit idősebbek, meg ő se idős, mert 96-os születésű, de még például befuthat. Oké, de és aztán nem akar, csak én nem feltétlenül erőnléti, meg sportszakmai dolgokra gondolok, hanem az nem tudom, a csí benne van-e? Tehát azért van itt Neagu, meg Jahiriával, nem kell fedelni Sterbinskinek visszamenni, meg Oftedal, tehát azért vannak azért a jelen kézilabdázásban is világsztárok. Nekünk azért Görbic Anita óta nincs, tehát ezt azért tudomásul kell venni, és azért nagyon nem ártana szerintem legalábbis legalább egy vagy egy-két olyan játékos, aki azért olyan hűha. Hát a Noémieknek adjunk még azért időt, tehát a Háfráéknak. Igen. Azért ők még nagyon az elején járnak. Az, hogy ők egy válogatottat húzó emberként vigyenek, az egy következő fázis. Tehát ők azért még most még nem abba a korszakban vannak, bár mondhatjuk egy ellenpéldának a Rejstátot, aki meg már húzó ember lett. De én úgy gondolom, hogy ez is azért időkérdése, és hogy a saját csapatába, a saját egyesületébe milyen szerepet tölt be, azért az a válogatottra is kihat, hogy mennyit van pályán, mennyit játszik, hogyan játszik, a BL-be hogy szerepel. Tehát ezek azért mind meghatározóak. Itt ez még egy annyira másabb szint, mint ahol mi most, amiről beszélgetünk, hogy én ebből, akik most így mondjuk egy 3 évfolyamot, hogyha a 8-ast, a 2000-est, meg a 2002-est nézzük, azért én látok olyan gyerekeket, akik kaliberek,
és kinőhetik magukat. Tehát kinőhetik magukat, én hiszek is, hogy ki fogják nőni magukat, mert képességekben ott vannak, most már azért jó csapatokba kezdenek játszani, és bízom benne, hogy előbb-utóbb már BL csapatokba is fognak játszani. Mert azért az mindig egy fontos része szerintem, hogy a BL-be edződjenek ezek a legtehetségesebb magyar játékosok. Ez fontos lenne. Én azt gondolom, hogy két olyan tényező van, amit sajnos nehéz befolyásolni a játékosoknak a fejlődésében. Az egyik, amit említettél te is, az a sérülés faktor. Igen. Nyilvánvaló, hogy minél fiatalabban, minél nagyobb terhelés alatt vannak a játékosok, annál nagyobb az esély arra, hogy a sérülések előbb-utóbb elérik őket. A másik ilyen faktor, és ebben talán lehet egy picit segíteni nekik, ez a fejük. Mert azért azt is látjuk, hogy nehezen tudják követni a változásokat, amikor a juniorból kikerülnek a való világba, és pozitív, meg negatív irányban is elmegy egy kicsit az agyuk, hogy úgy mondjam, néhány játékosnak, tehát vagy az önbizalma a fölé kerül, ahol már nem egészséges, vagy az alá, ahol már rontja a teljesítményét. Tehát itt mindenképpen talán ez az a faktor, ahol lehet esetleg segíteni a játékosoknak valamilyen olyan utókövetéssel, ahogy a lelki világukat is figyelembe venni, mert tényleg mondjuk most a te csapatodból kikerül valaki, aki az All-Star-ba volt, és akkor egyszer csak elmegy egy klubhoz, egy felnőtt csapathoz, ahol nem játszik annyit, vagy nem tudja azt a teljesítményt nyújtani, nincs az a sikerélménye, az nagyon hamar megzuhanhat, és utána esetleg kipöckölik, már átteszik egy másik csapatba, ahol gyengébb, akkor jön egy sérülés neki, és akkor innentől kezdve már nem is emlékszünk rá, hogy ő volt mondjuk az All-Star a 18 évesek között. Tehát nem tudom, hogy erre van-e neked valamilyen ráhatásod így az utánpótlás vezető edzőként, hogy mi lesz a játékosaiddal később? Igen, tehát továbbra is, amit már egyszer már érintettük, tehát az utánpótlásból való átmenet a felnőttbe, ez nem egy év, és ez nem két év. Én úgy gondolom, hogy ez egy folyamat, amíg el lehetne ereszteni a gyerekeknek a kezét. És túl, amit mondtál, ez egy kritikus pontja szerintem az egésznek, hogy túl korán bekerülnek egy olyan körbe, amit az előbb jellemeztél. És egy kicsit szerencsefaktor is az egész, és ezt kellene szerintem tudatosabban, jobban irányítva, átgondolva, milyen lehetőségek vannak, és szintén egyére lebontva, mert ez se általános. Tehát ez se olyan, hogy most ez mindenkire érvényes recept, hanem egyénileg megnézni, hogy ki a következő mondjuk fél évbe milyen ingert kap, milyen lehetőségei vannak, és nem megvárni azt, hogy elmúljon egy-két év, és lefele menjen, hanem beavatkozni, hogyha szükséges, hogyha nem jó az irány, vagy hogyha... És ott nyilván ez több összefügg azzal, vagy tehát több esélye, vagy több lehetőséges, mert ugye az egyik oldalon az adott klub, a másik oldalon lehet, hogy pont a játékos a idézőjelben a hibás, de ne a hibást keressük, hanem inkább oldjuk meg, hogy azon a szinten játszon, és azt mindig egy picivel kell följebb menni, soha nem szabad duplát meg triplát ugrani, mert az arra még nem biztos, hogy érettek. Ez egyébként játékosnak meg edzőnek is igaz. No, hát igen, ez egy komoly téma, amiről azt gondolom, hogy tényleg órákat lehet-e beszélni, és egyébként érdemes is lenne, mert hát azért nagy kincsek vannak a kezünkben, vagy a kezetekben, és hát tényleg ezen múlik, hogy majd felnőtt korban milyen sikereket érnek el a játékosaink. Aktualizáljuk azért így a végére ezt a beszélgetést, ugye pár órán belül pályára lép ma női válogatottunk az olimpián, a franciák ellen aztán jön a többi borzasztó nehéz csoportmérkőzés, és nekem ez eszembe jutott egy párhuzam. Ugye most, hogy megnyertétek az EB-t, előtte játszottatok egy edzőmeccset a norvégokkal, kikaptatok, aztán az EB-n ugye megvertétek őket, és Európa bajnokok lettetek.
Na hát, mi is túl vagyunk egy felnőtt edzőmeccsen, a norvégok 10 góllal megverték a magyar válogatottat. Innen akkor egyenes út vezet a csúcsig? Hát, jó, ez az vicces kérdés volt, mit vársz a csapattól az olimpián, igazság szerint ez a lényeg, de jó becsomagoltam. Én egy jó mentalitású, szerethető csapatot várok, ez az 1-1, hogyha ez eredményes is tud lenni, akkor meg nagyon boldogok leszünk. Mert nagyon szeretném, hogy egy olyan csapatot lássak magyar válogatott mezbe, akik hasonló munkás csapat, mint ami mi voltunk. Én ebben nagyon bízom. Mi szeretnénk rájuk hasonlítani. Ez lenne a fő mottom, úgy gondolom. Még egy utolsó kérdést szeretnék föltenni. Ez hogy néz ki, hogy ezt a generációt végigvitted, és akkor visszamész a 16 évesekhez, vagy újra átveszed majd ezt a 18-19 éveseket, vagy ez hogy működik a junior válogatottnál kapitány szinten? Az egy dolog, hogy én mit szeretnék, tehát ez azért nem így működik. Most a NEK-nál ott újra a kicsikkel fog foglalkozni, tehát a 2006-7-es korosztályt fogom vinni. Ez mindig egy ilyen fájdalma az edzői pályának, egy nagy fájdalma, hogy el kell, hogy engedd akikkel 3-4 évet együtt dolgoztál. Válogatott szinten van még egy év, majd azt meglátjuk, hogy hogyan lesz, de ott VB lesz szintén celjébe ennek a 2002-es korosztálynak. Tehát még egy év a válogatottnál ilyen szempontból az ugye ott logikusnak tűnik. A kicsikkel meg már várom, mert ez egy teljesen új kihívás, új munka. Azért néha tehát nagyon szeretem őket, nagyon jó volt velük, de azért 4 év az 4 év. Meg menjenek és bizonyítsák azt, hogy képesek megállni a helyüket. De amit az előbb beszéltünk, az egy nagyon fontos része, hogy amennyire lehet próbáljuk támogatni őket, én is szeretném. És hogyha kinő majd karizmatikus egyéniség, akkor nagyon büszkék leszünk rá. Pedig azért én látok most olyan gyerekeket, akik már a ifibe valaki villog, ifi mezőnybe, az egy dolog. De junior mezőnybe, akit azért nehezen tartanak meg, az már azért jó jel, én így gondolom. Tehát a sokkal közelebb van már a felnőtt mezőnyhöz, mint az ifjúsági korosztály. No, hát akkor tényleg a proféta beszéljen belőled. Még egyszer gratulálunk az Európa-bajnoki címhez, jó pihenést, és aztán feltöltődve majd jó munkát ismét Bogláron. Köszönöm. Köszönjük szépen, köszi, sziasztok! Szia-szia!